Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Mint az látható is, ja, így látható. Tehát itt vagyunk Liverpoolban. Most ebben a filmben megpróbálok egy-két dolgot megmutatni Liverpoolról. Nem is teljesen mindent, mert mindent nem lehet egy filmen belül, még több az érdekesség. De azért talán a legnevezetesebb helyeket, mint például a Liverpool FC-nek a boltja, itt a belvárosban, a Williamson Square-en, azért meg tudom bemutatni, és mivel tudom, hogy van a nézőim között lelkes könnyedetvédő, ezért most fordulok egyet, és tessék, itt, a fák téren, tehát konkrétan az erdősítés előnyeiről van itt egy ilyen kis, hát nem kiállítás, inkább csak ilyen kitelepülés, amit környezetvédők próbálnak prezentálni valamilyen formában. Hát mondjuk itt a betonrengeteg közepén furcsa is ez a sok fa, annak ellenére, hogy azért nem mondhatni, hogy nincs zöld, ugye? Ez csak egy fa, és akkor még ott vannak a többi fák, tehát nem mondhatni, hogy nincs zöld, de ettől függetlenül fontos az, hogy ne nyissuk ki az erdőket, és hát ez nem csak Magyarországon lenne fontos, ahol mostanában az zöld felületek valahogy hirtelen nagyon megfogyatkoztak, mármint Angliában is. Na, de most elég ennyi vezetőnek, és akkor most menjünk tovább a következő részére. Nokia, nem is kellett messze mennem a Liverpool FC boltjától, hiszen itt van mögöttem. És csak ennyit fordulok, és már látszódik egy másik fontos helyszín. Tehát itt mellettem, mögöttem a Playhouse Theater, tehát a Playhouse Színház, ahol hát éppen egy Green Day darab megy, de azért sokszor más érdekes darabok is szoktak futni. Azt ugye tudni kell, hogy ez nem tipikus ilyen Shakespeare Theater, tehát nem Shakespeare-i színház, hanem modern darabokat adnak, modern zenés darabokat. Például az Amelie csodálatos életet című film alapján készült színdarab is fut itt, hát természetesen angol verzióban, de sok minden más is, sok minden ilyen feldolgozás szokott itt repertoárról lenni. Na, de most akkor tényleg megyünk magával, mégpedig, ha minden igaz, akkor hamarosan a belvárosból, teljesen tiszta, rendes, normális belvárosból fogok jelni. Na és hogy legyen egy kis közlekedés is, és ne csak mindig az én fejemet lássátok, íme Liverpool egyik fő közlekedési csomópontja, ahogy vesszük, az egyik buszpályaudvar, ez a Queen Square, ahova, hát nem is a legtöbb busz áll be, de mindenképpen egy fő pont. Nagyon sok, az összesen 10 kocsi állása van, de nagyon sok buszjáratnak ez a végállomása. Többek közt a Warringtoné is, ami Warringtonból érkezik buszjárat. Illetve innen nem látszódik, de majd megpróbálom úgy mutatni, hogy ugye itt van a központja a buszpályaudvarnak, meg a különböző, hát a jegyeket ugye a buszon kell a sofőrtől megvenni, tehát itt nincs olyan buszjárosítás, mint mondjuk ott van egy ilyen BKK központban, hanem ha a bérletet akarsz venni, mondjuk, azt itt, az tény, hogy akkor itt ennek a Queen Square Centerben, de ennek ellenére inkább ajándéktárgyak árusítása folyik itt, illetve van egy másfajta lehetőség, tehát hogy olyan utazási oda, amelyik a vonat jegyeket is árulja többek közt, és azt is meg lehet itt venni szükség esetén. Bár tény, hogy minden nem messze van mind a két vasútállomás, ahol most nem biztos, hogy eljutunk. Itt az egy múzeum, ugye? És a múzeum mellett van az utca túlfelén a Lime Street, a fő vasútállomás a Liverpoolnak, illetve ott arra felé, mutatom, úgy arra felé, pedig a Liverpool Central vasútállomás, ami egyébként érdekessége, hogy a föld alatt van. Tehát föld alatt helyezkedik el.
Igen, még egyszer egy körbenézünk. Egyébként van egy másik buszállomás is, a Liverpool van, az a fő buszállomás, ahol a legtöbb liverpooli busz beérkezik, illetve hát a reptéri járat is oda megy be. Majd ha minden igaz, akkor oda is mindjárt eljutunk, és akkor azt is megmutatom. Az az érdekessége ennek a buszállomásnak, mint a Queen Square-i buszállomásnak, hogy itt ugye ugyanúgy megvan a halszálkázás bizonyos mértékig, hiszen ez a jellemző, nem tudom mennyire tudunk kinagyítani a képet, már igen, tehát hogy itt látszódik, hogy halszálkra szerűen állnak be a buszok, tehát nem egymás mögé szabályosan, viszont az érkezés az itt mindig belelógja a rendőrségi furgon, ezt nem tudom kikerülni, bocsi. Szóval az érkezés az viszont rendesen egymás mögé van. És a félreállított buszok is általában egymás mögött állnak. Illetve hát ott természetesen nem nagyon lehet halszálkázni. Tehát most elmennek a buszok, akkor jobban fog látszódni, hogy valamennyire megvan adva az ív, tehát hogy ne legyen szabályszerűen egymás mögé állás, hogy ne tartsák fel egymást, és így jobban ki lehet állni, de azért mégiscsak betondulnak egymás mögé, tehát ezt nem lehet kikerülni. Na, menjünk tovább! Konkrétan egy váróteremben, egy buszváróteremben, a Liverpool Bus Station-on. És nem tudom mennyi látszik, főállok a társasoktól mögöttem. Ott van például National Express. Tehát ezek a járatok mennek Manchesterbe, egy vonalon érkeznek például. De hát ilyen egy kis váróterem, hát megint a pamit. Látszik, tudom, hogy felíteni a kamerát. Nem megy, úgy, ahogy szeretném, na mindegy. Szóval, ilyen kis váróteremek vannak. Akkor kimegyek a váróteremből, hogy jobban látszódjanak a buszállomás többi részletei. Igen, tehát ez itt mögöttem a kis váróterem. Úgy értem, hogy kicsi, hogy mindegyik buszöbölhöz tartozik egy ilyen kis beugró. De hát eleve maga a buszállomás is fedett, itt látszódik, ugye? Ez a fő buszállomás a Liverpoolnek, a Liverpool van, a központi pályaudvar, mondjuk így, a központi buszpályaudvar, és ugye innen mennek a helyközi járatok többsége, illetve a távolsági járatok, mint amit mondtam, a National Express például Manchesterbe, meg ha jöttem, akkor innen megy Londonba is járat. Egyébként ott mögöttem, ha minden igaz, még pont lejutunk oda, látható a part, konkrétan az Albert Dock széle. És kicsit odébb mennénk a Queen's Dock felé, akkor ott lenne a Beatles Múzeum, illetve Liverpool, mivel a Beatles városa, így nagyon sok minden jele van annak, hogy mennyire ápolják a hagyományt, és mennyire tisztelik a Beatles-t. Tehát ugye itt van pár sorokra a Common Club, ahol a Beatles kánó felépőhelye volt. A parton van egy nagy Beatles szobor csoport, ugye, mint mondottam, a Beatles Múzeum, a nemzetközi repülőteret Trollhallon nevezték el, és a többi, és a többi. Tehát mondom, lépte-nyomon bele lehet bukkanni, bele lehet botlani valamivel, ami a Beatlesre utal, de ezen kívül is persze vannak még nevezetességek, majd még mondom, ha minden igaz, akkor még eljutunk az Albert Dockra, és akkor azt még meg tudom mutatni, illetve meg tudom mutatni a Mersey folyó partját is. Egyébként ez a buszállomás azért érdekes, mert ugyanaz a technológiával készült, mint a Queen's Square buszállomása, tehát abban az értelemben, hogy itt is valamennyire használják a technológiával, vagy megoldás van, mert a buszok nem szorosan egymás mögé állnak be, hanem ugye, mint a halszákra, úgy állnak, csak annyi különbséggel, hogy ugye a hagyományos halszálkázás az pont egymás mellett párhuzamosan folyik. Itt viszont egymás mögött vannak, tehát itt inkább nem is halszálka, itt inkább az van, hogy egy kicsit ki van emelkedve mindegyik buszöböl,
a másikhoz képest, hogy elférjenek és ki tudjanak állni egymás mögül. Na, és akkor egyébként ez itt a igen, tehát ez a Travel Center, ez a Merseyside, nem tudom, ez a Merseyside, végülis a kerület, vagy a környék, de hogy a Mersey Travel, igen. Tehát, hogy a Mersey Travel közlekedési vállalat, aki itt működteti a járatokat, hozzá is tartozik ugyan a vasút is, mármint a vasútállomások üzemeltetése, illetve a buszállomások üzemeltetése, tehát az üzemeltető társaságnak a központi irodája van itt. Na, akkor szerintem most a buszokról ennyi, de igen, tehát többségében emeletes buszok közlekednek, tehát ez mutatja azt is, hogy bár a piros buszok csak Londonra jellemzőek, de az emeletes busz szinte bárhol felfedezhető, egész Anglia szelteljett, tehát ha jól tudom, akkor még Skóciában, még Írországban is. Na, jó, akkor innen ennyit, és akkor majd ugye hamarosan jelentkezek a parcról. No kérem, ennél közel nem tudom hozni sajnos, a kamerának is véges a zoomja, de az a madár ott fönn, hogy stabilizáltam, és a cél fújja a kezet, de az a madár ott fönn, az az úgynevezett Liverbird, vagyis Liverpool szimbóluma, a Liver madár, ami végül is hát a sirály rokona, de hogy pontosan madártanilag hova tartozik, melyik faj, vagy illetve hogy melyik osztályba, azt én most őszintén szóval meg nem mondom. Az biztos, hogy a halat szereti. Tehát rossz madár nem lehet. Na, és akkor kicsit visszafúzom a zoomot, hogy meg tudja mutatni az az igazán szabálytalan épület ott, a távolban. Ahogy olvasható is, a Museum of Liverpool és a Liverpool Múzeuma, a Liverpool helytörténeti múzeum, ahogy vesszük, ami egyben a kikötőhöz is tartozik. Ott helyben egy... helyben. Szóval ott mellette egy régi üzem látható. Azt hiszem az halfeldolgozó üzem volt régen. Hát most itt egy múzeum. És akkor... hogy Adaninak is kedvezzek, mondjuk ő Dániel nem Albert, de az AD megvan, szóval, hogy Albertok. Igen, jól látszódik, hogy itt ilyen hopon-hopon buszok is bejárkálnak, illetve csak azok járkálnak be jóformán, de ettől függetlenül azért van rendes járat is. Rendes járat alatt azt értem, hogy egy olyan helyi buszjárat, Liverpoolon belül közlekedő buszjárat, ami kimondottan ide az Albert Dockra megy be, megkerüli a dokkot, hát amennyire meg lehet kerülni ugye, tehát itt a szélén, így erre, és ott jön ki a túloldalon, és ide megy tovább a Liverpool One Bus Stationre. Na, és ami még érdekes lehet, ott a docknál, azért is nevezik Albert docknak, mert ugye van egy külső dok, meg egy belső dok. Pillanat. Szóval van egy külső dok, meg egy belső dok. A külső dokkon is vannak lakóhajók, illetve hát néha előfordulnak csónakárok is, hiszen a Mersey folyó itt folyik. Pár lépésnyire, és annak az egyik csatornája van itt. Illetve, hát itt folytatódik. Itt folytatódik. Na, és tehát az Albert Dock belső dokján pedig szintén lakóhajók vannak, illetve magán a dokkon kis üzletek sorakoznak. Többek közt természetesen egy Beatles shop is. Mondjuk a múzeumhoz is tartozik egy Beatles shop,
De ettől függetlenül azért ott is van ilyen lehetőség vásárolni Beatles relikviákat. Na, hát akkor ennyi, és akkor majd még a Merci folyó partjáról még jelentkezem búcsúzó. Szép hajó, igaz? Ez is itt áll kikötőben, majdnem. Ez ugye még mindig a dokk. És mielőtt bárki rávágná, ez nem a Cutty Sark, mert hogy ott Londonban van, hanem egy körülbelül egyidős, vele egyidős hajó. Meg nem mondom most fejből, hogy milyen neve. De azt hiszem megéri az a pár másodpercet rászállni. Által 24/7-es szolgálat van a hajón. Valakivel is a hajón. De be nem engednek, tehát csak bizonyos időpontokban. Na. És ott a Bessi távolban. Meg tudom kilenyíteni. Igen, az a délnyugati vasúttársaságnak a központja, a központi épülete, ami ma már nem létezik ugyan, de hát régen itt volt a nagy nyugati vasúttársaság. De és akkor továbbra is Albertok. Mit mondottam Albertaninak? Igen, van gyerekeknek is. Angol fanfernek hívják ugye a körhintát. Itt vannak Albertok különböző épületei. Na és akkor most már tényleg nem menjünk a partra. Na már majdnem a parton vagyunk. Kvázi ott vagyunk, csak útközben egy relatíve elveszett sín, ami ütközőbaktól ütközőbakig tart. Megpróbálom végigmenni, hát mondjuk ez a hodály ez nem nagyon passzol bele a képbe. De egyébként itt van a tengerészeti múzeum. Ez a vasmacska szimbolizálja. És az az érdekesség, hogyha megnézitek, itt van egy másik vágány, ami behaladt ebbe az épületbe, ami most már a tengerészeti múzeum épülete. Régen meg nem mondom összintő szóval, hogy mi volt pontosan. De ami sokkal érdekesebb, hogy ugye itt a váltó helye, mondjuk így. Szóval ami sokkal érdekesebb, hogy nem igazán tudom, hogy milyen vonat közlekedhetett itt. Mert hogy itt van a másik útközőbak. És azért jól látható, hogy azért nem egy olyan ugyanagy távolság van kettő között. Tehát így simán végigjártam ezt a fél perc alatt. De ott, hát most nem tudom megmutatni, hogy mondom, az a kék konténeret akarja, de hát ez nem egy nagy távolság, én azt gondolom, tehát ilyen, gondolom, ilyen kis relatíve modell vasút járt itt. Tehát a modell vasút alatt azt értem, hogy csak valamiért, hogy itt ért aliztak vele. Mert hát ütközőbuktól ütközőbakig azért nem egy nagy távolság. Na, és akkor itt van teljes valójában az Albert Dock. És itt is vannak ugye lakóhajók, mint mondottam volt. Ami fontos, hogy ugye ezeken a hídakon, vagy pontosan hídak alatt folyik tovább a folyó leágazása. És itt lehet kimenni kis hajóval. Hiszen elég alacsony a... És ennél alacsony nem lesz a vízállás. Tehát elég alacsony a hídmagasság. Ehhez képest íme egy nagy hajó. De most, hogy ez a hajó innen nem fog kikötni soha bizonyos életbe, az teljesen tudizihet. Hiszen fizikai képtelenség ezt innen kimozdítani vizen. Ha csak nem ugye elmondják a hidat, a gyalogos hidat. Ó,
ott van a kikötőmester hajója. Ez meg a térgaleri. Liverpooli kiadása. Ja, és igen, ott hátul, ami kilátszik, az a Liverpool-áj. Ami a londonájnak a Liverpooli kis testvére, mondjuk így. Annyi különbséggel, hogy a Liverpool-ájt én még nem nagyon láttam mozgásban a 3 év alatt, amióta itt vagyok. Talán ha egyszer. Ami persze nem evidens, hogy nem működik. Mert hiszen egyszer működött, de úgy nem olyan népszerű, mint a londonáj. Na és akkor kimenjünk a partra, ahogy ígértem. Igen. Itt van a Pierhead, vagyis a fej kikötő, mondjuk így. És ott már látszik, igen, a Mercy folyó. Természetesen itt is vannak lakatok, nem lakat fal van, nem lakat korlát. És az ott a messzi távolban, az a Birkenhead, ott konkrétan. Ahol mi a Liverpoolban nincsen közlekedési múzeum, tehát a legközelebbi közlekedési múzeum az konkrétan Birkenheadben van. Majd egyszer oda is elmegyünk az ottani közlekedési múzeumban, mert ott is jár egy nosztalgia villamosjárat a kikötő és a múzeum között. A kikötő és a múzeum között. No. Ott még látható a Queen Elizabeth 2. Luxusjáró, luxushajó. Illetve hát most érkezik egy másik ilyen kvázi óceánjáró, de meg nem mondom, hogy pontosan melyik. Mindegy. És akkor így a Mercy folyó partjáról köszönöm meg mindenkinek a figyelmet. Hát most ez egy nagyon rövid kis bemutató volt Liverpoolból. Nem kizárt, hogy lesz még egy második epizód, ahol majd tényleg bejárjuk az egyéb helyeket, tehát például megmutatom, hol van a Beatles Múzeum, például, illetve lehet, hogy az Beatlesre hegyezzük, és akkor a legtöbb ilyen fellelhető Beatles emléket majd ér Abbey Road és a többi megmutatom nektek. Remélem, hogy hamarosan találkozunk. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Találkozunk a következő videóban. Szevasztok! Ja, és elfelejtettem mondani, hogy feliratkozás gombra nyugodtan tessék kattintani. Egyikünk sem fogja megbánni, remélem. Én biztos, hogy nem. Na, bye everybody!